Erős vár a mi Istenünk. János szerinti evangéliumból olvasok egy verset. Jézus mondja, bízzatok, én legyőztem a világot. 1943. május 3-án légiriadó szirénái szólaltak meg szerte Londonban. Az emberek az óvóhelyekre rohantak, többek között egy metróállomásra, ahol akkor már több mint 500 ember gyűlt össze menedéket keresve. 10 percen belül még 1500 fővel gyarapodott a tömeg. Egy asszony, aki a kisgyermekét vitte a karján, lefelé rohanva a lépcsőn megbotlott, és az emberek, mint a dominó, úgy zuhantak egymásra. Végül 173 ember halt meg. Nem a bombázás ölte meg őket, hanem a félelem. Ma is pánikszerű tülekedés folyik, majdnem mindenhol körülöttünk, és hogyha nem vigyázunk, akkor minket is magával sodorhat. Igen, fel kell ismernünk a veszélyt, de Isten nem akarja, hogy elborítson minket miatta a rettegés. Ezért vigyáznod kell arra, hogy mire figyelsz, mit gondolsz és hogy mit mondasz. A tanítványoknak sziklaszilárd talajra volt szükségük, hogy biztosan állhassanak az eljövendő viharban. Jézus elmondta nekik, hogy rossz dolgok fognak történni a világban, méghozzá olyan mértékben, hogy ők is szenvedni fognak. És azt is kijelentette, hogy el fog tőlük távozni, és elküldi majd a Szent Lelket, hogy velük legyen. János evangéliumának 16. fejezete ezekkel a szavakkal zárul. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Bármilyen helyzetben vagy is, Jézus annak a helyzetnek a magaslatán áll, és bármilyen nehézséggel is nézel szembe, Jézus át fog vinni rajta. Bár félelemmel és rettegő emberekkel vagy körülvéve, tiéd lehet az ő békessége, és ez a békesség erőt fog adni neked, sőt, meg fog szilárdítani ahhoz, hogy megállj a nehézségek közepette.